rezsicsökkentés. Orbán azt mondta a kampányban, addig lesz rezsicsökkentés, ameddig ő itt van a nyakunkon. Tehát ez egy hazugság. Nézzük csak! Leplezzük le Orbánt. Megmutatom, hogy mi történt a rezsicsökkentéssel. A választások előtt a kampányban a miniszterelnök azt ígérte, hogy marad a rezsicsökkentés, aztán alig telt el 3 hónap a szavazás után, eltörölték a rezsicsökkentést, és ezzel párhuzamosan 7-szeresére emelték a gáz és duplájára a villamosenergia árát. Mutatom, hogy hogyan hat ez a magyar családokra. Világosan látszódik, egy átlagos magyar családnak most 155 ezer forinttal kell évente többet fizetni a rezsiért, mint a rezsicsökkentés eltörlése előtt. Ez a valóság. Ha te is leszeretnéd leplezni Orbánt, látogass el a leplezleorbán.dkp.hu oldalra. Leplezd le Orbánt! Igényelj magadnak egy példányt!